A 16. század óta nem volt század, sőt nem volt emberöltő, melyben nem nyitotta volna meg kapuit új iskola, pedig sokszor a legnagyobb nyomással és akadályokkal kellett egyházunknak megküzdenie. Az evangélikus iskola történet 4 szakaszra osztható. Az első a reformáció elterjedésének és felvirágzásának a kora 1530-tól 1671-ig. A második a rekatolizáció kora 1671-től 1777-ig. A harmadik az újjáéledés és a másodvirágzás kora a kommunista diktatúráig, amikor államosították iskoláinkat 1777-től 1952-ig. 1948-ban még 2 iskolát, a Deák tér és a Fasori gimnáziumot meghagyták, de 1952-ben ezeket is elvették. Ezért 1952 és 1989 között nem volt evangélikus iskola Magyarországon. A negyedik szakasz 1989-től tart napjainkig, amikor iskoláinkat visszakaptuk, és még további állami iskolák átvételére is lehetősége van egyházunknak. A legutóbbi 2011-ben megnyílt evangélikus iskola Szélo Gábor evangélikus óvoda, általános iskola és gimnázium Budapest 18. kerületében. A Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium egy épülettömböt alkot a Fasori Evangélikus templommal. A neogótikus épületegyüttes Pett Samu tervei alapján készült. A templom jellegzetességei a Benczúr Gyula által festett oltárkép és a színes, impozáns ablaküvegek, amelyek Ruth Miksa alkotásai. A gimnázium dísztermét az egykori tanárokról készült festmények díszítik. Az iskola 1823-ban kezdte meg működését a Deák téren, 1864-ben a Sütő utcába költözött, majd 1904-ben foglalta el végleges helyét a Városligeti Fasorban, ahonnan mai nevét is nyerte. Az iskola államosítása után a külföldön szétszóródott egykori fasori diákok nem szakadtak el egymástól, köröket, bizottságokat alapítottak, rendszeresen találkoztak vagy egyéb módon tartották a kapcsolatot. A rendszerváltás közelettével az öreg diákok és az egyház részéről is felmerült a Fasor mielőbbi visszaszerzése. Harmati Béla nyugalmazott püspök úr visszaemlékezései szerint a legendás iskola újraindítása a legelső feladatok közé tartozott. 1988-ban döntött az egyház a tanítás megindításáról a Fasorban, ezzel kezdetét vette az a folyamat, melynek végén 1989. szeptember 2-án az iskola megnyitotta kapuit. Az intézményt Gyapai Gábor szervezte újra. Rácz László 1890. szeptember 1-től a Budapesti Evangélikus Főgimnázium helyettes tanára, majd 1892. szeptember 1-től 1925-ig rendes tanára volt. 1909 és 14 között a gimnázium igazgatójaként dolgozott. Rácz tanár úr emlékezete. Tovább él. Neumann János 1903. december 28-án született Budapesten. 1913-ban szülei beíratták a híres ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumba. Ebbe az iskolába járt a Nobel-díjas Wigner Jenő és Harsányi János is, ahol mindhárman Rácz László tanár úrtól tanultak matematikát. Az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő szerepe volt. Ennek alapvető gondolatait a kettes számrendszer alkalmazása, memória, programtárolás, utasításrendszer, Neumann elvekként emlegetjük. Harsányi János a játékelmélet, azon belül pedig főként a nem teljes információs játékok kutatója. 1938-ban érettségizett a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. 1994-ben elnyerte a közgazdasági Nobel-emlékdíjat. Wigner Jenő egyike volt azoknak a 20-as évekbeli fizikusoknak, akik újjáteremtették a fizika tudományát. 1963-ban fizikai Nobel-díjat kapott az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért. Az iskola szellemisége nagy hatást gyakorolt rá. A Fasori Evangélikus Gimnázium néhány éve emelt szintű természettudományos osztályt indított. A diákok heti rendszerességgel vesznek részt laborgyakorlaton, ahol fizikai, kémiai, biológiai kísérletekre van lehetőségük. A szakmai elmélyülés segítik az évenként megrendezett természettudományos táborok, valamint egy svéd és egy bajorországi természettudományos testvérkapcsolat is. Jelen pillanatban 3 iskolával van csere kapcsolata a Fasornak. Ugye az egyik a Nürnbergi, ugye Wilhelm Löhe iskola,
A másik pedig a svéd kapcsolat, ami szintén több mint 20 éves, ugye Ljusdal városában lévő iskolával. Másik fiatalabb kapcsolat, olyan 2-3 évvel ezelőtt kezdtünk el Nagy Károlyban lévő iskolával kapcsolatba kerülni, meg hát több ilyen Comeniusos program, amiben részt vesz az iskola, és ezek nagyon hasznosak. A gimnáziumban keresztény erkölcsi értékek alapján ökumenikus szellemben történik a nevelés. Ennek keretében felekezeti bontás szerinti kötelező hitoktatás folyik, és hetenként egy áhítaton is részt vesznek a diákok. Az ideális az lenne, hogyha minden tanár és minden szülő és minden diák valamelyik gyülekezetnek lenne a tagja, és rendszeresen jár a gyülekezeti alkalmakra. Az erőt elsősorban onnan lehetne meríteni, de én azt gondolom, hogy a hétfő reggeli áhítatokból, a tanár-diák közötti órán kívüli beszélgetésekből, a kirándulásokon történt beszélgetésekből, a csendes napokból, az osztálykirándulásokból, ezek mind olyan alkalmak, amelyek lelki tartalommal is meg kell, hogy töltődjenek, és ebből biztos, hogy lehet töltekezni. Szabadidejük hasznos eltöltésére kézműves kerámia szakkör, színjátszókör, énekkar, sakszakkör, irodalmi önképzőkör, valamint sportkörök állnak a tanulók rendelkezésére. A tanári kar nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Ez úgy kezdődött, hogy édesapám együtt dolgozott Wigner Jenővel és Teller Edével, ugye iskolának két volt diákja volt, és annak idején, amikor hazajött Wigner, akkor elkísért az iskolába, és valahogy édesapámnak annyira megtetszett a helynek a szellemisége, hogy amikor oda kerültem, hogy döntenem kellett, hogy melyik iskolába menjek, akkor Fasort választottuk. Elmentünk egy interjúra, és hát ott az igazgató úr teljes mértékben meggyőzött arról, hogy a Fasorban a helyem. Rendkívül érdeklődőek a diákok, azonban nincsenek tisztában a lehetőségeikkel. Pont ezért hoztuk létre a nemzetközi kört. Tudnélik, rendkívül sok olyan diák van, aki mondjuk, ha bár természettudományi érdeklődésű, de mégis érdeklődik más nyelvek, kultúrák iránt, és nagyon sok a önképzőkör jellegű szervezet, csoport az iskolán belül, ami azzal foglalkozik, hogy a diákoknak teremtsen valamiféle fórumot, ahol hallathatják a hangjukat. A nemzetközi kör az régen Fasori nemzetközi kör volt, azonban elveszítette a Fasori jellegét azáltal, hogy most már országszerte vannak tagszervezeteink, és egyre jobban bővül ez. Viszont megtartottuk azt az erős alapot a tekintetben, hogy a vezetőség az fasorosokból áll többségében, és a Fasor szellemiségében szervezzük meg ezeket az eseményeket. Ugye ez azt jelenti, hogy meghallgatjuk mások véleményét, nem a saját véleményünket erőszakoljuk rá másokra, toleránsak vagyunk, az az iskolának egyik névjegye, valamint mégis az a egyházi alap, amit adott nekünk az iskola, az azért fontos, mert nyitni tudunk úgy más kultúrákra, hogy tisztában vagyunk a mi saját gondolkodásmódunkkal mégis. A jövőben minden remény megvan rá, hogy a híres gimnázium a hivatalos listákon is elfoglalja méltó, őt megillető helyét. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy hát ugye akik először ide jártak, az mennyivel sokkal jobbak voltak, mint akik most. Én azt kell mondanom, hogy ezért természetesen nem így van. Sőt, mondjuk az utóbbi 3-4 évben szerintem nagyobb volt a választási lehetőség. Egy olyan intézményben tanulhatunk, taníthatunk, ahol minden osztályteremben ott van a kereszt, ahol tudjuk azt, hogy a Jóisten áldása velünk van. Szerintem ez nagyon fontos mindannyiunk számára. Én azt látom, hogy és azt hallom a diákoktól, hogy nagyon szeretnek ide járni. Rejtélyes módon még a rossz tanulók is. Ha van hit, van bizalom és van élő kapcsolat Istennel, akkor csodák történnek. Szerintem a Fasornak a történelme, a hagyományai azok kiemelik a többi iskola körül. Abban, hogy azért mi tudjuk, hogy honnét jöttünk, és megvan az a terv, hogy hova szeretnénk visszajutni, elérni újra azt a színvonalt, hogy itt Nobel-díjasok és olyan emberek végezzenek, akik megváltoztatják a világot valamilyen módon. Azonban szerintem úton vagyunk a jó irányba, és lassan el fog kérni remélhetőleg.